Biztos sokat gondolkoztok rajta, hogy vajon mi lehet Rebekának a gardróbjával? És hogy néz ki most? Mennyire tudja tartani a rendszert? És vajon mennyi ruha van benne? Vagy lehet, hogy egyáltalán nem gondolkoztok rajta, de ettől függetlenül a mai videóban ezt fogjátok megtudni, ugyanis jöhettek velem gardróbot rendszerezni. Biztos, hogy erre vágytatok, amióta csak tudjátok, hogy van gardróbom. Amit még most is egyébként köszönök nektek, hogy ott voltatok velem, és együtt szereltük össze, és részesei voltatok ennek az élménynek. Azóta is rengeteg élménnyel gazdagodtam, de nem mind jó. Menjünk, és megmutatom, hogy hogy néz ki jelenleg. Hát igen, így nézünk ki jelenleg. Hurrá! Mondom, hogy mi van. Rengeteg ruhát hordunk naponta, betegesen sokat. Üljünk le inkább ide és társalogjunk itt. Mindjárt gondoskodom a világításról, viszont ezt muszáj elmondanom. Ha videózunk, akkor egy nap több videót veszünk fel, amihez természetesen mindig más ruhát veszünk fel, és előfordul, hogy az a ruha, ami rajtad van videózáshoz, az utána már nem felvehető. És hát rengeteget szoktam mosni, és nagyon lusta vagyok elrakni a ruhákat. Szépíthetném, de nagyon lusta vagyok. Ezen kívül rengeteg új ruhánk van folyamatosan. Nem titok, hogy imádok hol videókat csinálni. Viszont ez azt jelenti, hogy folyamatosan nő a ruhakészletem. És arra gondoltam, hogy amellett, hogy most ezt a káoszt elpakoljuk innen, egy kicsit szeretném átnézegetni is a ruháimat. A nagy részét el szeretném adományozni, viszont vannak olyan ruhák, amiket soha nem vettem még fel, vagy csak nagyon ritkán, vagy valamilyen okból kifolyólag hozzánőttek a szívemhez, azokat pedig arra gondoltam, hogy felteszem dipopra, és ha valamelyikőtök szemet vetett rá, akkor ott meg tudjátok majd venni. Minden elérhetőséget a dipopomhoz le fogok tenni a leírásba, és ott tudjátok majd csekkolni. Körülbelül ennyit bevezetésnek, és nagyon szeretném, hogyha Dezső Bence is részt venne ebbe a videóban, viszont magyar-szerb meccs van, és nem tudom, mi lehet-e, de mindenképpen nézni szeretném. Úgyhogy belekezdek egyedül, tartsatok velem, bíztassatok onnan messziről. Tudom, hogy mire ti ezt látni fogjátok, én már rég ötször megszenvedtem, de csináljunk egy gardrób rendszerezést. Nagyon remélem, hogy most már használhatóak lesznek a fények, ugyanis rengeteg erőfeszítésembe telt, hogy ezt összehozzam. Meglátjuk, hogy működni fog-e, viszont most kezdjük el. Első lépésként mindent, ami itt van, szeretnék elpakolni, és hogyha véletlen menet közben úgy érzem, hogy valamit nem szeretnék megtartani, azt már rögtön egy külön kupacba fogom gyűjteni. Egyébként, hogyha pakolom el a cuccokat, akkor mindig azzal szoktam kezdeni, hogy az összes üres váfát, ami bent van azokban a szekrényekben, amit használni szeretnék, kiveszem egy helyre. Utána megpróbálom már csoportosítva elpakolgatni a dolgokat váfákra, hogy amikor kész van a felváfázás, akkor csak be tudjam tenni a helyére. Az IKEA-nak az egész váfa kínálatát felvásároltuk. A saját ruháim egyébként mindig ezen az oldalon nem, de középen szín szerint vannak rendszerezve. A Bencét próbálom, viszont azt nem mindig én tartom karban, úgyhogy azt fogjuk rá. De most, hogy fel vannak akaszgatva, fogom és berakom őket a szekrénybe. Ahol egyébként nem tudom, hogy mennyire látjátok, de körülbelül nulla hely van. Úgyhogy igyekszem tudásom szerint a legjobban besűríteni a ruhákat, és még ma rávenni Bencét, hogy jöjjön és segítsen nekem ki szelektálni a kis cuccait. Egy fokkal már jobb a helyzet, ezeket csak el kellene pakolni. Valami profi világítást ide ki kellene találni, mert ez így nagyon nem menő. Ó, ebben még benne van az egész forgatási ruhatár. Na jó, ez a végére marad, előbb csináljunk itt rendet. Edzős Naci, amit felveszek itthonra, hogy
ne érezzem magam olyan rosszul, hogy nem edzek. Ja, egyébként a melegítőmről annyit szeretnék elmondani, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Ez egy American Eagle melegítő naci, viszont ez egy férfi nadrág, ez egy férfi XS-es melegítő nackó, és amióta megvan, rájöttem, hogy csak ilyen melegítőket fogok hordani, ez már a második belőle, van egy szürkém is, valahol itt, ugyanolyat vett most Bence is, úgyhogy szerintem most már csak a férfi részlegről fogok magamnak ilyen dolgokat venni. Menet közben már próbálok arra figyelni, hogy mi az, amit szeretnék megtartani, és mi az, ami nem. És kezd kialakulni a fejemben egy lista. Most alig várom, hogy valahova felvehessem. Csinálni kellene benne egy jó képet. Úristen, hogy el vagyok tűnve Instáról, te jó ég! Nagyon össze kellene szedni magam. Barbara, fotóznunk kellene. Ebben is csinálok egy képet, aztán felrakom a dipopomra, mert ez... Köszönöm szépen, de nem kell. Nem tartok rá igényt. Itt egyébként lent a fiókokban rengeteg olyan cucc van, amit vagy nem tudok felakasztani, vagy nem is akarok. Innen is lesz mit kiválogatni, az biztos. Lehet, hogy nem túl jó taktika, viszont úgy szeretném csinálni, hogy először mindent elpakolok, hogy rend legyen, és utána kezdem el kipakolni azokat a dolgokat, amiket nem szeretnék megtartani. Túl sok melegítőm van, ebben biztos vagyok, és ha azt mondom, hogy a felét nem használom, akkor szerintem keveset mondok. És ha új cuccokat akarok venni, akkor valahogy mindig belekerül egy-két melegítő is a vásárlásba. Oké, az biztos, hogy ezeket a hosszú ujjúakat el se rakom. Ebben biztos vagyok, hogy nem fogom megtartani. Gyorsan tartok egy iszi szünetet, utána elrakom Bence cuccait, és a bőröndel folytatjuk tovább. Aztán gyorsan kipakoljuk, ami nem fog már kelleni. Elpakoltam a ruhákat, és undorító a szőnyeg, mindent összeszed, úgyhogy gyorsan porszívózok egyet, utána behívom Bencét, és elkezdjük elpakolni a dolgokat, vagyis kiválogatni. Viszont elraktam az összes olyan ruhát, amit a forgatásra vittünk magunkkal. Tudom, hogy mondtam már nektek, de baromi jó volt, és nyilván mi már megkaptuk a klippet is, a kész klippet, és 26-án fog egyébként kijönni. Herceg és nem az a lány. Fantasztikus, oda-vissza tudom már a szöveget, 50 milliószor megnéztem a klippet is, szerintem, zárójában megjegyzem, egyébként nagyon cukik vagyunk Bencével, kicsit undi, de cuki, nagyon izgulok, hogy mit fogtok szólni hozzá, szerintem imádni fogjátok, és nagyon remélem, hogy amikor 26-án kijön, akkor elárasztjátok a videóklippet, úgyhogy, ja, ennyit el akartam mondani, hozom a porszívót, és gyorsan tegyük rendbe ezt a szőnyeget. Buszti, legalább már tiszta a szőnyeg. Győztünk. Tényleg még el sem mondtuk nektek. Szerelmesek vagyunk. Igen, a Joy Social Media Awards-on most 2020-ban mi lettünk a szerelmes vagyok kategória győztesei, amivel teljes tanúbizonyságot nyerhettünk, hogy tényleg szerelmesek vagyunk. De a lényeg... Tök jó a díj egyébként, az a baj, hogy átlátszom. Már bocsánat, hogy... Tehát, hogy
Leraktam kint a lakásba, és akárhova laktam, és laktam, nem lehetett látni. Tudjátok, a YouTube díjaink ott vannak a tévé előtt, és ezt is oda raktad, de gyakorlatilag nem lehetett látni. Úgyhogy igazából ide raktuk fel. Na jó, ennyi volt belőle. Beszéljél szívem. Szóval, megjött Benci is, és sikerült rávennem, hogy ő is szelektáljon velem gyorsan egyet, úgyhogy az lesz a folyamat, hogy végigmegyünk a szekrényeken egyesével. Igen, az enyémen. A tieden is, és az enyémen is. Remélhetőleg egyszerre, hogy igen, haladjunk. És amit biztosan tudsz, hogy nem jó rád, nem fogod hordani, nem akarod hordani, ruháim 90%-a, azokat csak szedd ki, és aztán majd később valamikor kiválogatjuk, hogy mi az, amit el szeretnél adni, és mi az, amit el szeretnénk adományozni. Ennyi igazából a menet. A lényeg az, hogy igen? Semmit sem szeretnék eladni. Good. Nekem ez nem jön, hogy eladjam a ruháimat. Oké. Okay. Akkor, amit tudod, hogy nem szeretnél felvenni, az kérlek ide a földre. Ebben elég sok lesz szerintem. Gondolom, tehát ez például, ha bár egyébként megy a szememhez, nem tudom, hogy már jó-e rám. Ezt 2016 tavaszán vettem, akkor eléggé nem voltam biztos abban, hogy egyébként mik tetszenek. Ez ilyen. Nem tudom, a Dezső Markó háztartásban úgy tűnik, hogy nem világos a jobb és a bal fogalma, és nem tudjuk, hogy kinek melyik jó, a gardrób szekrénye. Jó, mondtam, hogy sok ruhám van. Ezt az egy kabátomat véletlen mertem beakasztani hozzá. Tekintve, hogy ez egy új kabát, még nem is tudtam nektek megmutatni. Kösz, hogy leszpoilerezted. Mi az a doboz a cipőkkel? Vannak még cipőim, amiről nem is tudok? Yes. Tényleg? Uh-huh. Üdvözöllek titeket, ez itt a vannak ilyen cipőim is, de nem emlékeztem rájuk legújabb része. Ó, ez az egyforma cipőnk. Egyforma cipő, ez a tied? Nem, ez a tied, ez az enyém. Mi van? Mikor, mióta van nekünk egyforma cipő? Azóta, mióta ez egyébként apukádé, csak itt hagyta neked. Hát akkor ezt mossuk már ki, ez tök jól néz ki. Fán, ez meg egy régi ilyen kis ízém. Hát nem az, ez egy Skechers-ös, de lassan ezeket elő kell venni. Na jó, ezeket akkor tedd visszarakom. Vissza. Szóval, gondolom zakókat nem szeretnél. Zakókat nem, mert az összes egyébként a... Ingek közül se pólókat szeretnék. Az ingek azok valahogy maradjanak. Valahogy éreztem amúgy, hogy ez lesz, hogy végig kell veled mennem a szekrényeidem. Reggelente mindig, amikor megállok, tudni kell rólam, hogy annyi pólom van, egyébként tök feleslegesen, hogy nem hiszitek el. Tehát ez itt, amit most láttok, ez a pólóimnak az 50%-a. A másik 50%-a az a mosásban van, viszont nem úgy, hogy fel van gyűlve, már hogy benne van a mosogatónak, mosásnak készülő kosárban, hanem mindig egyébként van 10 darab, amit hordok, és a többi mindig így zsákba kerül. És valamikor elővesszük őket, valamikor nem, de hogy ez a pólóim fele. Javíts ki, hogyha tévedek. Jól mondod, térjünk a lényegre, és hagyd nézzék a timelapse-et, ahogy dobálod ki őket. Te mondtad, hogy dobáljam kicsi, ne vedd fel. Mindig azt mondjátok egyébként, hogy flexelek, hogy min van. Ez egy póló a Tesco-ból. És akkor most elérkeztünk a csodához. Szóval ezt megbántam, hogy ilyet vettem. Valószínű, hogy le fogom cserélni. Semmit nem látok, hogy mi hol van. Gőzöm nincs, hogy milyen nadrágjaim vannak. Úgyhogy ezt a gatyát szerintem évek óta nem vettem fel. Ezt imádom. Ez egy sima fehér nadrág, amit azért vettem, hogy a kozmetikus gyakorlaton hordjam. Az egy motivációs nadrág, olyanra mindig szükség van. Ebből azt hiszem, hogy kettő van. Úgyhogy ez egyik nek jobb gazdára van szüksége. Azt imádom, ez új. Azt szintúgy, ez egy bőrleggings. Oké, azt hiszem, hogy körülbelül 5 nadrágot raktunk ki. Haladunk. Ez egy érdekesebb rész lesz. Ehhez nem nyúlunk, ugyanis innen már kiszelektáltam a dolgokat, Bence levett egy szatyrot, egy zsákot, amiben vannak a dolgok. Viszont átmegyünk most ezeken a kihúzgálós kis fiókokon, ugyanis itt rengeteg minden van, amit szeretnék új gazdához keríteni. Ti átértitek, aminek új gazdát szeretnék. Minden indoklás nélkül szimplán rengeteg van mindenből,
és nagyon szeretném, hogyha nem lenne ennyi belőlük. Oké, ezt nem pakolom ki újra. A lényeg az, hogy ebben leginkább téli dolgok vannak, pulcsik, kardigánok, mellények, ilyen dolgok. Azt egyébként kiválogattam már körülbelül egy hónapja, ha nem több, és semmi nem hiányzott belőle, úgyhogy teljesen jó szívvel mehetnek. És akkor jöhet az utolsó kis rész, amiből nem hiszem, hogy túl sok mindent ki fogok rakni, ugyanis itt viszonylag új dolgaim vannak, de azért nézzük át. És innen válogattam ki egyébként azokat, amiket az előbb mutattam nektek. Ettől kellene megválnom, már nagyon annyiszor hordtam, de nem visz rá a lélek. Jó, hát valószínű, hogy ez ennyi. Abba vajon mik vannak? Utolsó kör. Ezeket is kiválogattam különböző okok miatt. Van, ami tényleg megy, van, ami marad. Ez például marad, ez is. Ez is, bár soha nem fogom fel, vagy mindegy, ő még marad egy kicsit. Ezeket már széthordtam. Fel fogom ezt venni valaha is, eddig se vettem fel. Majd most valamelyik nap felveszem videóba, és ha tetszik, marad, ha nem, nem. Ezzel akkor be is zárult igazából a kis válogatásunk. Nem sok mindent fogok Depopra feltenni, ugyanis nem pénzt szeretnék keresni, hanem van pár olyan darab, ami annyira közel áll a szívemhez, vagy még rajta van az árcímke, hogy szeretném nektek is megadni a lehetőséget, hogyha esetleg ismeritek azt a darabot a videóimból, akkor lehetőségetek legyen hozzájutni. Szólni fogok, hogyha kint vannak, nem biztos, hogy amikor ez a videó kimegy, akkor sikerül mindent befotóznom és kiposztolnom, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok és velem szelektáltatok. Csináltunk helyet az új haul daraboknak. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogy töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instám mindig lent van a leírásban, megpróbálok aktívabb lenni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!